A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm ünnepi beszélgetéseink nézőit. Nos, folytatjuk ezt a sort, hiszen én azt gondolom, nagyon sok minden történt Székesfehérvár kulturális életében, ebben az esztendőben is. Vendégem Bakonyi István, József Attila Díjas irodalomtörténész, a Csóri Sándor Társaság elnöke, de megszólal majd részéről a kritikus és az író is természetesen. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz! No, én azt hiszem, hogy ez egy fontos év volt, hiszen volt két olyan esztendőnk a koronavírus járvány okán, ami meglehetősen azt hiszem, hogy a kulturális élet szereplőit is megviselte, megnehezítette az életeteket. Az idei év viszont újra szárnyalhatott mindenki, aki ír, illetve szereti az irodalmat, költészetet. No, tehát vágjunk bele, én azt gondolom, hogy maga ugye a névben Csóri Sándor neve is meghatározza tulajdonképpen a társaság munkáját bizonyos értelemben, és az Álmaim folytatói ehhez volt méltó, hiszen ez egy olyan szavaló verseny a Szent István Művelődési Házban, ami példa, illetve hát példaértékű. Igen, számos versmondó verseny van Székesfehérváron és környékén, régióban, ha úgy tetszik. De azt gondolom, hogy ebből sosem elég, hiszen a költészet ezáltal mégis a közelebb tud kerülni a fiatal nemzedékekhez is, és hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy a középiskolások, általános iskolások, sőt azokon belül még a legkisebbek is ugye számos ilyen alkalomban részesülnek. Nem olyan régen volt például a Vörös Marti születésnapra szervezett Vörös Marti versmondó verseny, amit a Vörös Martiról elnevezett általános iskola 30-valahány éve rendez már, és nagy élmény volt kétségkívül ott lenni, és én mindig a középiskolai kategóriában zsűrizek. Hozzáteszem, hogy nem csak Vörös Marti versek hangoztak ott például el, hanem például a győztes kislány Szilágyi Domokos verset mondott éppen, és hát nagyon nagy drámai erővel közvetítette ezeket a fontos értékeket. Igen, visszatérve a Csóri versmondó versenyre, mi először szerveztünk ilyen versenyt, hiszen most 4 éve létezik ez a társaság, és azt gondoltuk, hogy ez a tavasz ilyen szempontból gazdagabbá válhat, hogyha a névadónk tiszteletére is szervezünk egy ilyen versmondó versenyt. Gyorsan hozzáteszem, hogy jövőre szeretnék mindezt kitágítani, és az időpont nem volt nagyon szerencsés, mert ugye nagyon közel volt a fehérvári versünnepe, és azt gondoltuk, hogy jövőre Csóri születésnapjára összpontosítunk, ez február 3-a, és ráadásul egy szombati nap, már meg is hirdettük ezt a versmondó versenyt, és kitágítjuk ugyanakkor Csanádi Imrére. Ugye itt többször beszélgettünk már veled is arról, hogy a Csóri Sándor Társaság abban különbözik más irodalmi társaságoktól, hogy kizárólag a névadó életművel foglalkozik, azonban olyan szellemi értékeket, amelyek igencsak közel állnak a Csóri életműhöz, hát Csanádi pedig földrajzilag is közel. Igen, hát Zámai születésű költő. Azt gondoljuk, hogy ezek a tágítások, ezek fontosak lehetnek a következő időszakban. És hát az elmúlt esztendőben is volt néhány olyan rendezvényünk, ahol olyan szerzőket láttunk vendégül, akik kapcsolódnak a Csóri életműhöz. Visszatérve még a idei versenyre, nagy népszerűségnek örvendett. Ez volt a legelső ilyen rendezvényünk, és azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes. Ami a jövő évet illeti, most ezt kitágítjuk, mert voltak ilyen reklamációk, hogy miért nem hirdetünk alsó tagozatosoknak is. Jogos, az idei évben nem volt alsó tagozatosoknak verseny, de most jövőre lesz. Sőt, ének versennyel is kitágítható, de versmondó és vers éneklő verseny. Én azt hiszem, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Igen, és elárulom, hogy kik lesznek a zsűriben. Heinziger Miklós Mika vállalt örömmel a zsűriben való szereplést. Jankula úra ugyancsak vállalta a szereplést, és vállalta Kelemen István a Vörös Marti Színház művésze is, de itt még ezek a dolgok alakulhatnak, mert ha nagyon népes gárda jelentkezne, akkor nyilván itt további
kategóriákról kéne beszélni. Ha már Jankó Laura, ugye akkor egy májusi programra hívnám fel ismét a figyelmet, hiszen természetesen erről is beszámoltunk, de az évversei 2023-as antológia bemutatója egy fantasztikus történet. Ugye házigazdaként te invitáltad meg őket, és természetesen ott volt Jankó Laura, Fenyvesi Ottó, Petőc András, Péntek Imre, és hát virtuálisan nagyon sokan mások. Igen, olyan költők, akik ugyancsak, ha úgy teszik, kapcsolódnak valamiképpen, ha nem is egészen közvetlenül a Csóri életműhöz. És hát a Szent István Művelődési Ház pedig ilyen szempontból remek, remek intézmény az is számunkra, ez a háttérintézmény, ha szabad ezt a szót használni. Általában a nagyobb rendezvényeket ott rendezzük, bár ugye az elmúlt években volt arra is példa, hogy Zámoljon, illetve Agárdon volt Csóri Sándor társaság rendezvény, de az kétségtelen tény, hogy a igazi törse, ja, és a Herman László zeneiskolában is voltunk annak idején, de az kétségtelen, hogy a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház remek partner. Egyébként hozzáteszem, és itt neveket is ki kell emelnem, mert Spányi Püspök úr is nagy örömmel adott otthont, mint ahogy Jakubek Tiborné Ágnes asszony is mindig nagyszerű, nagyszerű házigazdánk. No, ha már verseknél tartunk, és itt most nem időrendben megyünk, de nagyon-nagyon fontos pillanat volt a Budai úti civil esték. Ugye meghívtad, Vers és élet címmel írtál egy életrajzi kötetet Szabóné Miklós Eszterről, aki versmondó leginkább, a civil esték keretében volt ez a találkozó. Én azt hiszem, hogy ez példa arra, hogy miként lehet és kell foglalkozni azokkal a szépkorúakkal, akik azért nagyon sokat tesznek Székesfehérvár irodalmi életéért is. Igen, kétségtelen tény, és Eszter néni ezek közé tartozik, akik meglehetősen, hát hogy is mondjam, a szépkorúak nemzedékre tartozván változatlanul, lelkesen közvetítik a költészet erejét. És hát ebben egyébként mindig társunk Cserta Gábor és Takás László újabban, akik a vers megzenésítésekkel gazdagítják ezeket a programokat. Örültem annak, hogy a Budai úti református gyülekezeti teremben mindez megvalósulhatott, mert azt hiszem, hogy ezzel adóztunk a Vers és élet című könyv a főszereplőjének. Aztán volt egy olyan, tehát azért mondom, hogy kalandozunk, mert hogy én nagyon kedvelem Bagi Ivánt mindenféle értelemben, mint humoristát, mint paródistát. Ugyanakkor kiderül, hogy olyan mélységei vannak, hiszen 14 kötet azért az talán már mondhatjuk, hogy egy nagyon komoly életmű, és az Aranybulla könyvtárban vendégként bebizonyosodott, hogy valóban így van. Ő egy nagyon is fajsúlyos szerző, ilyen értelemben irodalmárként is. Megmondom neked őszintén, hogy én is úgy voltam, mint te, ahogy mondtad, hogy elsősorban a humoristát, a parodistát ismertem meg benne, ugye, hiszen ebből ilyen szempontból ismerik őt szélesebb körben, Nacsa Olivérrel együtt, akivel ugye egy nagy duót képviselnek tulajdonképpen a magyar humor életében. És hát az az igazság, hogy én nem figyeltem az ő irodalmi tevékenységre ez idáig. Van nekem egy jó ismerősöm, Agóth Sándor költő Lakiteleken, aki ugyancsak vendégünk volt egyébként nem olyan régen, ugyancsak az Aranybulla könyvtárban, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy van ez a Bagi Iván nevű szerző. Először csak néztem, hogy kiről beszél, és bizony megszereztem a kötetét, és írtam is róla, és bemutattuk az ő tevékenységét itt a Aranybulla könyvtárban. Igen, egy mélységesen intellektuális szerzőről van szó, szóval, aki olyan sajátos lírai formát dolgozott ki magának, mert olyan hosszú verseket ír, és tele van epikus elemekkel. Ez ugyan nem ritkaság a mai magyar költészetben, és nyilván a világ költészetében sem, hogy más szerzőt, mondjuk Fellinger Károly, a felvidéki költőnek is vannak olyan fajta művei, amelyek a műfajok határán játszódnak tulajdonképpen. Bagi Iván is elmond bizonyos történeteket, amelyek persze nem külső sztorik, hanem az ő belső történetei, és megy a szöveg, azt is gondolnám, hogy tulajdonképpen nem is vers, az egyszer csak jön egy költői kép, és akkor bizony nagyon fölemeli ezeknek a szövegeknek a színvonalát. Ha már Fellinger Károly, akkor evezünk más vizekre, hogy az Élet és Irodalomban jelent meg a Képek és Versek című recenzió.
úgy fogalmazta, hogy letisztult kérlelt hang jellemzi az egész kötet költeményeit, lélektani mélység, intellektuális puritanizmus, pontosságra törekvés. Egyébként ezt megtapasztalhattuk most már mi is. Ráadásul megjelent olyan válogatás is a ő életművéről, ami nem ő írt, hanem amit róla írtak, és ebben számos írást tudtam én is közölni. Ez a 60. születésnapja alkalmából jelent meg, és hát ha az ember ezt a vasos kötetet elolvasná, akkor láthatná, hogy milyen sokan foglalkoztak a Fellinger lírával tulajdonképpen. Ugye az élet és irodalmat tehát említettük, ugyanakkor mi van a várral? Hiszen azért a vár is rendkívül fontos irodalmi folyóirat számomra. Hát én a várban már nem vagyok szerkesztő, de hosszú ideig szerkesztő voltam, és hát örömmel követem nyilván azokat a folyamatokat, amelyek a vár körül zajlanak, hiszen annak idején, hogy az Árgussal kezdődött tulajdonképpen egy folyamat Székesfehérváron, amit ezt a folyamatot Péntek Imrével szerkesztettük közel másfél évtizedig, és az Árgus megszűnése után kétségkívül a vár az a irodalmi fórum, amely ezt a tevékenységet folytatja. Kicsit másképpen, de hát mindenképpen én azt hiszem, hogy a fontos értékeink közé tartozik ez a folyóirat. No. Csóri Sándorra térjünk vissza, hiszen minden esztendőben, szeptemberben köszöntjük, illetve emlékezünk halálának évfordulóján. Ez így történt ebben az esztendőben is. Azt hiszem, hogy egy egészen kiváló műsort sikerült összehozni, amelyben a költészet, az író, illetve a dalok is kellőképpen, és azt hiszem, hogy példaértékűen kiegészítették egymást. Sokszor beszéltünk már arról, hogy miután Csóri nem csak az irodalmi életnek volt fontos szereplője, persze a közéletnek is, de ugyanakkor a életművének fontos részei közé tartunk azok az eszék, amelyek a népköltészettel, a folklórral foglalkoztak, a táncház mozgalommal például. És hát ezért is gondoltuk azt, hogy a róla szóló nagyobb szabású rendezvényeink, ugye nincs túl gyakran eseményünk, hanem az év különböző szakaszaiban egy ilyen nagyobb lélegzetű programra gondolunk. Tehát ezért gondolunk arra, hogy a népzenének, a néptáncnak is szerepet kell játszani a rendezvényeinkén, és hát a legkiválóbb társunk e tekintetben Berki Lilla, akinek hát egyrészt azért is, mert fantasztikus az, amikor Csóri versekre talál népdallamot. Hát ugye valamennyien, te is többször hallhattad, azt hiszem például Anyám Fekete Rózsának a nagyon katartikus megjelenítését. Ne felejtsük el, hogy ugyanakkor Vaklár Anna is fontos szerepet játszott a társaság megalakulásában, és neki is a szakmai tanácsai számomra rendkívül fontosak minden tekintetben. Szóval visszatérve erre a szeptemberi programra, ugye ez 12-én zajlott ez. Hát ez így lesz a halál évfordulója, másrészt azon a napon alakítottuk meg a társaságot 2019-ben, és hát tekintettel arra, hogy Petőfi bicentenárium is volt, van ebben az esztendőben, arra gondoltunk, hogy a két költőt valamiképpen összehozzuk, és Csóritól és Petőfitől való szövegek épp úgy elhangoztak dalolt formában, és volt egy kiegészítő szöveg, amelyben viszont arról esett szó, hogy Csóri Sándor hogyan gondolkodott Petőfi költészetéről és a Petőfi és a népköltészet a kapcsolatáról. Igen, hát Berki Lilla mellett azért ott volt Cserta Balázs, mindig Varró Janó, Horváth Dávid, persze, csak Sós Laci. A Lillának a összefoglalója, és a Herman iskola. Igen. Tehát ez egy fontos pillanat volt. Egy kicsit még foglalkozzunk, én most olvastam el utólag természetesen a Gáspár Ferenc összhangról szóló írásodat. Én azt hiszem, hogy ez mindig megerősítés, amikor a kritikus megszólal. Igen, Gáspár Ferenc prózai életművével most már jó ideje foglalkozom, és végefele járok annak a kéziratnak a megírásában, ami végül is a róla szóló kis monográfia lesz reményem szerint a következő esztendőben. Őt főként a történelmi regényei révén ismeri az olvasóközönség. A reneszánsz, tehát van kötete Janus Pannoniusról, Galeotto Marcióról, Mátyás királyról, ez egy regény trilógia, de közben korábbi korszakokat is feldolgoz, meg későbbi korszakokat is. Hát amit te olvastál, ez a novellás kötete, mert a nagy történelmi regényei mellett a novellá is számomra meglehetősen nagy értéket képviselnek. Napi kapcsolatban vagyunk egyébként, sokszor beszélgetünk, és most például a Trianon fiai című regényének a folytatását írja, és várhatóan ez is
talán a következő esztendőben meg fog jelenni. De a visszatérve az általad emlegetett novellás kötetre, azt hiszem ez is rendkívül érdekes és izgalmas olvasmányt jelent, amikor az ember egy nagyon fantáziadús, nagyon energikus és dinamikus prózát olvashat az ő tollából. No, az év csúcspontja, legalábbis nekünk, irodalomkedvelőknek mindenképpen az Eszenciák című könyvet bemutatója volt. Erről már beszéltünk, de nagyon fontos, ismételjük meg, hiszen én azt mondom, hogy olyan tanulmányok és kritikák kaptak helyet ebben, ami Vörösmarty drámái mellett azért itt vannak a velünk élő klasszikusok is, többek között ugye Mésző Miklós, Kalász Márton, Petőt, Zalán, aztán továbbiakban Petrőcév, a Fenyvesi Ottó, tehát nagyon-nagyon sok minden. Ez egy egységes erek és kerek történet. Nincs okom arra, hogy ennek ellent mondjak, de ugyanakkor nem is tudom értékelni nyilván saját könyvet ilyen szempontból. Örülök neki, hogy így látod. Igen, az elmúlt évek terméséből válogattam ezt az összeállítást, és a Vörösmartytól napjainkig, ha úgy tetszik, Bag Ivánig, vagy éppen nem mondtuk a nevét, de Gellin Miklós Gáborig, a Fehérváron kiváló költőig, hosszú a névsor. Igyekszem, vagy László Zsoltot is említhetem, aki olyan novellákat ír, igyekszem ezt az egyensúlyt fönntartani, ami a regionalitás meg a regionalitáson túlmutató értékeket képvisel. Gyorsan hozzáteszem, hogy az, hogy az előbb említett két szerző éppen Fehérváron él, az nem jelenti azt, hogy itt beszűkülésről lenne szó, mert én szerintem a általam értékelt életművek ugyancsak fontos részei a, ha úgy teszik, egyetemes mai magyar irodalomnak. Úgyhogy ez egyetértek, nagyon-nagyon fontosak mindenképpen. Mint ahogy az is nagyon fontos, hogy eszedbe jutott, illetve a Vörösmarty Társaság helyett a Csóri Sándor Társaság, illetve a Szent István Művelődési Ház is nagyon sokat tesz azért, hogy ne feledjünk. Ilyen volt a Diános Otto emlékest a Szent István Művelődési Házban, ugyanis hiába kedveltük életében, ha egyszer hajlamosak vagyunk felejteni. Tehát mindennél fontosabb, hogy azt a nagyon-nagyon komoly életművet, ugye a Krokodil Torkában című, azt gondolom, hogy egy összhangzattan a jóra mindenképpen volt az alapja, de tehát kellenek az élet. Tudod, érdekes ez, mert ugye általában évfordulókhoz szoktuk kötni a különböző nagyobb szabású rendezvényeket. Tulajdonképpen Ottónak most nem volt évfordulója, de beszélgettem a feleségével, Györgyikével, és arra jutottunk, hogy az ébrentartás az folyamatosan meg kell, hogy történjen. Tehát évfordulótól függetlenül is emlékeztetnünk kell azokra az alkotókra, akik számunkra, és nem csak számunkra tényleg lényeges értékeket hoztak létre, fontosak voltak. És örülök annak, hogy például megszólalt a Fehérváron régen látott Kovács Imre Attila, aki esszéíróként, költőként, íróként, gondolkodóként is jelentős életművet mondhat magáénak, és ráadásul onnan jött az ötlet, hogy a rendezvény előtt nem sokkal előbb került az a játékos versike, amit Diénes Otto valamelyik születésnapjára írt, és hát ebből a játékos versikből aztán dal is lett, mert Cserta Gábor megzenésítette, de azt akarom főként hangsúlyozni, hogy hogy vannak a Diénes Otto életművének folytatói, ha úgy tetszik, mert Kovács Imre Attila számomra bizonyos szempontból azt a fajta értékrendet képvisel, ami, és ezt ő el is mondta, ami Diénes Otto jellemző volt. Ugye Ottóval kapcsolatban többször is elhangzott az elmúlt hetekben, napokban, hogy az utolsó fehérvári polihisztor. Erre volt neki egy szójáték, a prolihisztor. Erről még eszembe jött Petrőcz Évának a önironikus polihisztérika elnevezése, hiszen ő egy másik szempontból foglalkozik sok mindenne. De az az igazság, hogy tényleg Diénes Otto az esszéi, a versei, kritikái mellett
tényleg a filozófiai tartalmakat is úgy meg tudta jeleníteni ezekben az írásokban, amiben azt hiszem páratlan volt, hát arról nem is beszélve, hogy ez a különös, kicsit groteszk képzőszeti vonal, amit képviselt, és a krokodil torkában ezt nagyszerűen megmutatja, ez meg különösképpen egyedivé tette őt. Az nagyon-nagyon fontos, hogy jószerivel mindenütt feltűnsz, tehát, és nem csak Székesfehérváron, tehát a Vörösmarty Társaság, a Csóri Sándor Társaság van elsősorban fókuszban, de most már lesznek Királykuti esték, és de te volt. Egy emellett ugye továbbra is írsz a jelentős irodalmi folyóiratokban. Hogy telnek a napjaid? Köszönöm szépen, jól telnek a napjaim. Ugye 8 éve gyakorlatilag a Kodolányiról eljöttem nyugdíjba, közben tanítottam néhány évig még, de most már ez a második tanév volt, amit a Gorziumban nem folytattam. Tehát ez azt jelenti, hogy kétségkívül több idő jut a ilyenfajta tevékenységre, amiről beszéltünk is. A nyugdíjas élet összes értékével együtt azt kell mondanom, hogy igyekszem folytatni azt a fajta tevékenységet, ami az elmúlt évtizedekben az enyém volt. Legyenek erre lehetőségek, legyen hozzá egészség és sok minden egyéb. Nos, hát akkor én ezt kívánom a Csóri Sándor Társaság valamennyi tagja és minden székesfehérvári irodalomkedvelő nevében is, tehát hogy egészséget, mert rendkívül nagy szükség van ebben a felgyorsult világban néha megállni egy kicsit és böngészni azokat a kritikákat, írásokat, amelyek az irodalmi életünk azt hiszem bemutatására egyaránt alkalmasak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, évvégi beszélgetéseink, ünnepi beszélgetéseink keretében Bakonyi István József Attiladias irodalomtörténész volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.